Sziasztok, az Enevam Tomasz, és az a harmadik évad a vendéglátós sorozatomban. Ugye lezajlott a nyár, és akkor már nem tudtam sok felvételt készíteni nektek, de itt újra harmadik évadban fogok olyan koktélokat nektek készíteni, és igyekszek hívni mindig magam mellett valakit, akit vagy kóstoltatom a koktélt, vagy megkérem, hogy ő is mutassa be nektek egy koktélt. És itt van mellettem Krisztián. Szia Tomasz, örülök, hogy itt lehetek. Krisztián egy nagyon jó vendéglátós, mixer, Pesten dolgozik, dolgozott több helyen. Dolgoztunk már itt majdnem együtt, és csináltam már neked. Igen, az első évadban volt egy része, amikor Krisztián volt a Valentin napi. Valentin nap, nőnap. Nőnap vagy Valentin nap? Nőnap volt. Szia Krisztián. Szia Tomasz. Valentin nap itt van, kéne egy koktélt csinálni a hölgyeknek. Mit ajánlasz? Készítek nekik egy gines. Pink ginből egy nagyon finom szalert. Mit szólsz hozzá? Lássuk. Akkor készített koktélt. Ilyen rózsaszín koktél készítettem a hölgyeknek. És mivel ilyen jó képű, behívtam még egyszer, hogy szerepeljen. Így lehet, hogy könnyebben eladható lesz az egész. Szóval, ma hoztál te is egy koktélt? Hoztam én is neked egyet, ezt a koktélt én azért hoztam neked, hogy a Siófokon olyan jól vendégül láttál, hogy így törlesztek majd. Köszönöm szépen. Én is hoztam egy koktélt nektek. A koktélok egyébként, amit fogunk készíteni harmadik évadban, azok inkább ilyen ritkább vagy fantázi koktélokat, nem az a standard koktél, szóval... Megreáljuk egy kicsit. Ha véletlen fognak olyat írni a kommentból, szeretnétek olyan koktélt, hogy készítsünk, akkor persze, nagyon szívesen, de leginkább ilyen fantasy koktélokat fogunk készíteni. Kezdek én, vagy kezdesz te? Szerintem kezdte, és akkor majd utána jövök ilyen. Jó. Hamarosan jövünk. Sziasztok, itt vagyok újra, és kezdünk is a koktéllal. Egy hűtött poharat fogok használni, és belerakok egy darab jeget, hogy kicsit hidegen is maradjon. Közben keverő pohárba rakok 1, 2 és 3 szem jeget, még kicsit nagyobb szemeket. Egy japán viszkit fogok használni, és abból 4 centet. És aprikotű brandyből 2 centet. Egészet szépen keverjük. 3 percig körülbelül kellene keverni. Közben hagyom itt, hogy hűljön. És fogok egy krusztát készíteni. A krusztát fogunk készíteni egy nagyon csípős csiliből. Ebből egy fél kanál elé. Az a csili, tényleg vigyázni kell vele, nagyon csípős. Én mikor kinyitottam a dobozt, már éreztem az orromba, hogy kicsit csíp.
sót, és abból körülbelül 2 kanál, szóval dupla annyi mennyiség, vagy mint amennyit raktam a chiliből, és ezt az egészet összekeverem. Itt karamell öntetből fogom készíteni a hordozó anyagot végül is, és így a pohár már hidegen is marad. Nem kell. Átöntjük szépen az italt. És szervírozás előtt ide rakjuk. És fogok füstölni barack fával. A fát mindig úgy kell teríteni, hogy a bóra belsejébe maradjon. És oda helyezzük a bórát, és kipróbáljuk, hogy jó helyen van, úgyhogy közben ne érjünk a pohár széléhez sem. Meggyújtjuk. Szépen visszarakjuk rá a bórát, és közben füstölni fog az ital, és megkapja inkább azt a füst, inkább illatot vagy aromát, mint íz. És körülbelül 1 percig, vagy maximum 1 percig kell tartani rajta, utána szépen le kell szedni róla a bórát. És tisztítjuk kicsit a talpát. Igen, lehet érezni a füstnek az aromája vagy az íze, és így kész is van a koktél, egészségetekre! Na hát, sziasztok! Itt vagyok én is, előbb a Thomas már bemutatott engem, de azért bemutatkozok, Krisztiánnak hívnak, vendéglátós vagyok. Nagyjából én az éjszakában dolgozok, és most a jelenlegi helyzet miatt, hogy sajnos zárva vannak a helyek, meg nincs úgy munka lehetőség, ezért örülök egy kicsit, hogy annak is, hogy itt lehetek, és hogy újra bárpult mögé állhatok. Egy téli italt hoztam nektek, ami attól függetlenül, hogy nem meleg ital, attól függetlenül én garantálom, hogy melegen fog tartani titeket a télen, ugyanis chili, vodka, passion, ananász és narancsléből fog állni, de ha azt szeretnétek, hogy teljesen melegen tartson titeket, akkor csináljátok dupla vodkával. Na, mutatom, hogy mit teszek bele. Első körben egy chili paprikának csak a hegyét rakom bele. Aztán a Crystal Head vodkát, aki ismeri, azt tudja, hogy ez egy elég minőségi vodka. Abból fogok én 4 centet belerakni. Akkor egy kicsit, hogy növeljük az édesség tartomát, én passion likört fogok használni.
ennek jó cukortartalma van, és garantált, hogy tetszeni fog a végére az összhatás, vagy az összkép. Tenni fogok bele a gyümölcsössége véget 8 cent narancs és ananászlevet. Ezt ha lehet, próbáljátok meg minél jobban 100%-ra törekedni, hogy 100%-os gyümölcslé legyen, mert akkor úgy sokkal jobb lesz a citrusossága és sokkal jobb ízvilágot hozhatok elő. Ő az ananász, belőle is szintén 8 centet fogok rakni. És hogy megspékeljem még az egészet egy kicsivel, 2 cent lime-ot fogok lerakni, ezt az egészet összesékelem. Amennyire lehet tudom, hogy azért domináljon a chili, ezért is sékelem össze. Aki látott már dolgozni, az hozzászokott ahhoz, hogy én egy kézzel sékelek, azért próbálom ezt tartani. Egy hűtött pohárba szervírozom az italt. Ízlések és pofonok, én mindig teleteszem jéggel. Tíznek lime és chilit fogok használni. Hát ezzel őszintén ezek csaltam, mert én ezt már elkészítettem előre. Még hozzá így. És az egészet egy nagyon menő fém szívószállal megspékelem. És hát itt a téli italotok. Egészségetekre! Na, akkor egészségedre! Egészségedre! Hú, egészségetekre! Nekem nagyon ízlik a saját kreálmányom. Azért lehet érezni benne a csilit. Lehet, ebbe is. De ez azért lesz jó, mert ha megyek haza, nem fogok fázni. Kóstoljátok meg nyugodtan! Próbáljátok ti is otthon készíteni ezt az italokat. Óvatosan, mert tényleg csíp. Ha valamit nem tudtok véletlen, akkor nyugodtan lehet írni a kommentben. Ha kíváncsiak vagytok következő részekre, Facebookon, illetve Instagramon fel szoktam rakni ezeket a részeket, vagy rövidebb részeket belőle, hogy mi lesz a következő részekben, de valószínűleg Krisztiánnal is lesz az a rész, valamilyen formában, vagy linkelve, vagy írásról, vagy egy bemutató. Remélhetőleg még boldogítani foglak titeket én is. És remélem, hogy hamarosan is fogunk csinálni új videókat Krisztiánnal. Addig is köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és ne felejtsetek el dobni egy lájkot, meg feliratkozni. Ezzel támogattok engem, és tudok további részeket nektek készíteni. És köszönöm szépen Krisztiánnak. Köszönöm, hogy itt lehettem. Hogy itt volt, és találkozunk a legközelebb. Jók lehetek, sziasztok! Sziasztok!